1947-től 1990-ig tartunk, és ezeknek az áldozatairól megemlékezés ugye a témájának a mai napnak, de az előadás tulajdonképpen egy 20. század második felében egy magyar családnak a történetéről szól, tehát mindazokat a helyzeteket, élethelyzeteket fogjátok majd látni ebben az előadásban, ami egy 20. század második felére jellemző átlag magyar családban megtörténik. A darabot én írtam, az érdekesség, hogy a legjobb fiam adja elő, és Dizsely Márta lányom rendezte. Gondolni, mennyi véletlenül és szerencsén múlik a létezésünk, valószínűleg beleölődünk. Viszont a létezésünk a bizonyíték arra, hogy felmenőink minden veszélyes és kétes helyzetből győztesen kerültek. A tatárok nem ölték meg távoli ősünket, mielőtt világra hozta volna a gyermekét. Nem pusztította el fiatalon a pestis járvány a 14. században, sikerült elcsábítani a szomszéd lányt, aki nem betért el, szeretett volna. Volt egy szép apám, aki elesett a 48-as szabadságharcban. Tömegsírba temették, ahonnan a tiszti szolgája ásta ki, hogy hazavigye a családi sírboltba. Útközben, ahol ott magához tért, később nemzett 8 gyermeket, és elért 97 éves koráig. Nagyanyám bűnös mennyasszony volt, amikor a vőlegényét egy kocsmai csetepatit követően megkéselték a Vas megyei falu Poros utcáján a 30-as években. Nagyanyám zokogott, gyászolt, majd az anyja két pofonnal nyomatékosított javaslatára hozzáment nagyapámhoz, aki akkor már Pesten volt fűszeresen. Apám kicsit sznob unokahúgától a szüleim kapják meg azt a színházjegyet, amelyet végül a barátnőjének és annak udvarlójának adott, akkor azon az estén későn érnek haza, fáradtan és nem fogadok meg. Persze mindenkinek megvan a maga története saját létezésének abszolút hátteréről. Egyik ismerősöm szülei elveszítették két napos ikertjeiknek. Rá egy évre megszületett az ismerősöm. Ha az ikrek életben maradnak, akkor ezt a kedves hölgyet valószínűleg nem vállalják be, és akkor az ő két gyermeke sem születik meg. És majd ezeknek a gyermekei és unokái, és 200 év múlva az akkor megszülető leszármazottak nem is sejtik, hogy egy szegény ikerpárnak kellett meghalnia azért, hogy ők élhessenek. Már csak azért sem gondolnak majd erre, mert a töprengenének is ilyesmi az jutna eszükbe, ha a szüleik a fogantatásuk napján inkább szívházba mennek. Apám nagyon szeretett mindenféle bölcsességeket mondani az élet értelmében. Próbálta megtalálni azokat a pontokat, amelyekhez a saját életét vonatkoztasson. Volt egy, én így fogalmaznám, viszonylag egyszerű világi magyarázata és egy transzendens. A világi szerint
életünk értelme a család, legfőképpen a gyerek, amelyért való fáradozás megnemesíti hétköznapjainkat, és végső soron a biológiai halhatatlanságot biztosítja számunkra. Ha ezt úgy mondanánk, apám fiatal korában még nem nagyon beszéltek ilyesmiről, hogy a genetikai állományunk fennmaradása. Ez azonban bármilyen szép és értelmes, jó érzésű ember által meg nem kérdőjelezhető cél, mégiscsak nagyon materialista. Hiszen az újabb és újabb generációk mindig a földi élet újabb és újabb küzdelmeire születnek meg, és folytatván apám gondolatmenetét, és a saját életük értelmét is a további generációkban találják meg. Ez azonban nagyon törékeny élet cél. Meddőség, járványok, korai halál miatt bekövetkezhet a kipusztulás, ami visszamenőleg értelmetlenné teszi minden korábbi generáció életét. De még ha család írmagja nem is pusztul ki, végső soron, ha csak kinek jelölünk egy utolsó, az életet önmagáért élvező generációt, mindig úton van a megvalósításban. Mindig csak készül a cél. És mivel az ember földi élete mai tudásunk szerint mindenképpen véges, ezért előbb-utóbb szükségszerűen a pusztulásra. Apám minden alkalommal, mindenféle társaságban és szinte függetlenül a beszélgetés témájától eleresztett egy megkérdést. Vagy hosszabb eszmefutatást. A nagy családról, gyerekcsivajról és egyebekről. Ennek az elméletnek a gyakorlati próbája azonban eltúlott azon. Bár ezt csak később fogalmaztam meg magamnak. Hogy akkor miért csak egyetlen utóddal vett részt ebben a játékban, az egész életét kvázi egy lapra téve fel. Azt már csak zárójelben teszem hozzá, hogy az elméleti gyerekzsiva és az általam keltett valóságos gyerekzsiva iránti toleranciája közt fényérnyi távolság. Materialista válaszát az élet értelmére tehát nem tudtam magamévá tenni. És noha gyermek és korai ifjú koromban fenntartások nélkül követtem az atyai ideológiai irányokat, hogy gyerekkori lázad vagy olyan lesz, mint a szüleim, de ha lázad, akkor is olyan lesz, csak később. Felnőtt fejjel mégis meghasonlást okozott. És bár én négy gyermekkel egy kicsit talán masszívabb alapokra helyeztem saját életem értelmét, paradox módon ezzel persze erősítve apámét is, inkább fordultam a transzcendens magyarázatokhoz. Ebben is segítségemre volt apám, aki racionális elemzőként szólott mindig az Istenről. A fix pontról, aki a legizgalmasabb az egész világon, de aki ez neki csak megfigyelőként van köze. Isten létét alapvetésként kezelte, mégis talán ötször járt templomban életében. Még a házasságunk sem kapott egyházi megerősítést, így módon én voltak éppen szabi gyerek vagyok. Felszínesen nézve jó pofa, de ha mélyebben belegondolok, megvédett. Az egyházal persze szimpatizált, szintén elvi alapon, mert annyira utálta a kommunistákat, hogy minden és mindenki, aki szembeszállt velük, rokon szembessé vált a szemében. De ezen az elvi szimpátián nem nagyon lépett. De legalább nem is mondott soha olyan ateista baromságokat, hogy ha lenne Isten, nem engedni ezt a sok szenvedést. Pedig azért neki is lehetett volna szembenállni. Ez tipikus baromság, mondta, ha ilyet hallott. Márpedig biztosan előfordult, mert az ateistáknak kedvenc érve a szenvedés létével cápolni a Jóisten létezését. Valójában éppen saját materialista gondolkodásukat vetítik ki a transzcendenciát. Jézus ugyanis megmondta világosan, az én országom nem ebből a világból való. Ha tehát ő is ilyen földi királyságot akart volna szenvedés és nélkülözés nélkül, könnyedén megtett. Ha kevés a népnek az élelem, szaporít halat és fejnek. Ha sok az egészségügyi probléma, meggyógyít vakot, sántát, nyavajatörőst, akár boltat is feltámasztat. De milyen? Erre a földi élet. Megmondta Pilátusnak is. Ha az ő országa ilyen földi királyság volna, akkor jönnének a katonái és kiszabadítanák. Megmentenék a földi életet.
nem kellene végig szenvedni a passiót, a kereszthalálig. Még jó, hogy ő nem mondott ilyet, mikor másodszor esett el megkorbácsolt testen a kereszt súlya alatt. Ha lenne Isten, biztos nem engednék, hogy fiait szenved. Apám nem hívőként, hanem tárgyilagos gondolkodóként fogalmazta meg. Ezek a nyavajgósak tipikusan emberi szempontok alapján várnák el az Istentől, hogy a földi életet emberként, mint célt tartsa szem előtt. Éppen ettől ateisták és felesleges tőlük Isten hitet várni. Azért gondolkoznak így, mert nem hisznek benne. Én azonban úgy vélem, jelentette egy hideg tárgyilagossággal, hogy a biológiai lét csak átmenet. Zarándokút, az igazi cél oda átmenet. Ez bizonyítja az is, mennyire rövid és esetleges mindaz, ami ideát történik velünk. Minden földi cél, amit elérünk, mulandó. Legyen bár 10 perces vagy 1000 éves beláthatóságú, tehát nem örök. Vagyis filozófiailag értelmezhetetlen. Bizonyára észrevették, hogy a transzcendens magyarázat a biológiai lét nem számít, csak az örök lét. Több ki lehet csak ellentmond a gyerekszabadulat, mint kizárólagosság céljában. De apámat ezek a logikai bukpencek nem nagyon zavarták. Az is lehet, hogy a családnak, mint elvnek házi oltára emelését az motiválta, hogy értékrendje ebben találkozott anyám. Mindketten egykék voltak, és nem nagyon élvezték. Egyszer egy neves genetikus valamelyik tévé műsorában azt mondta az őt faggató riporternek, hogy egykének lenni tulajdonképpen olyan súlyosan károsítja az ember személyiségét, hogy ez voltak éppen fogyatékosság. Tekintsünk el attól, hogy a riporter hosszas polémiában keveredett a neves genetikussal, mert ő is egy szemgyerek volt, a genetikus pedig nem vette magának a fáradtságot, hogy egy fél mondattal elejét vegye az sértődéstől sem mentes értetlenkedésnek azzal, hogy maga persze kivétel, vagy vannak, akik ezt jól feldolgozzák. Maradjunk meg a tényben. Egészen másképp látja a világot és embertársait, aki magában nincs. Nos, nekem mindkét szülő megy kell. És ennek csak egyik talán nem teljesen mellékes hozadéka, hogy sose volt unokatestvérem. Így ezt a rokoni kapcsolatot nem ismerem. Sőt, én is egy kerülök. Tehát szintén sérül. De most nem rólam van szó. Anyám tehát, mint említettem, sok gyereket akarta saját magányos gyerekkorára és az otthoni feszült légkör emlékezve. A szüleimnél is nem nagyon kedvelték egymást. Főleg nagyanyám a lelőtt udvarló helyett szükségből kapott hajdani fűszeres segélyt. Így aztán az otthoni rossz hangulat elől menekülve anyám sok időt töltött több gyerekes családoknál. És irigyelte őt. Még iskolába is szeretett járni, annyira utálva fog lenni. Nekem ez mindig furcsa volt. Én remekül el voltam magamban, és nem vágytam az iskolával, sokkal több megaláztatás ért a kortársak részéről, mint amennyi élményhez jutottam. Szüleimben világmegváltó ambíció kerékre. Ami apámnál inkább elméleti világmegváltást jelentett, a lét értelmének megfejtése és pontos végiggondolása, aztán az e felfedezés felett érzett örömi önmegvalósítás, anyámnál gyakorlat. Ő szerette volna sokra vinni, nőként is megmutatni, hogy ér valamit. Mivel nagyapám sokszor hangot adott csalódásának, amiért csak lánya született, ez a dacos kisgyermekben azt az elhatározást érlelte meg, hogy ő nem lesz kisegítő, elárusító a fűszerbolt kutya mögött, hanem a kereskedelemmel nagyban és elvi szinten foglalkozik. Így került a Közgazdaságtudományi Egyetemre. Apám szavát, mint minden gyerek, sokáig szentírásnak vette.
Ez természetes, hiszen az apa képünk valójában az Isten képünk. És az Isten nem tévedett. Például szerintem apám volt az egyetlen, aki elhitte, hogy Kennedy tényleg Oswald lőtte le. És mivel hittem apámon, hát, nekem sem volt a kétsége. Mivel ő Freddy Drucker volt, és meg is magyarázta ennek pontos nemzetpolitikai hátterét, természetesen én is Freddy Drucker lettem. Később, mikor a kamaszok lázadnak, és a fiak megtagadják apáik hitét, tetteit és eszmét és gondolatait, én beértem annyival, hogy a vasasnak kezdtem drukkolni. Az igazi lázadás persze az lett volna, hogyha az MTK-t vagy pláne a Dózsát választom, de erre azért nem vitt rá lényeg. Lázat adtam volna apám politikai véleménye vagy más értékrendje ellen, de annyira okosnak gondoltam őt, hogy utaság lett volna megtagadni az eszmét. A Fradi megtagadása nem számít gyökeres szakításnak. Elvégre a Vasas is magyar csapat. A mai fiatalok már a Reálnak, a Barszának, a Milánnak meg a Manchesternek rukolnak, és ebben még csak lázadás. Persze, nem kell mindenáron lázadni. Bármennyire is szeretjük hangsúlyozni a forradalmi gyökereket, valójában túlélésre rendezkedtünk be évszázadok óta. Ha nincsenek túlélők, mégsem érnek a szépen. Apáma nehéz lenne besorolni, hogy olyan lázadó volt-e vagy túlélő. Sokszor a puszta túlélésért lázadni kell, és az esélyes lázadás kiválásához pedig túlélni. A többség fatalista, elfogadja a sorsot. Tudomásul veszi a meglévő helyzetet, legyen az német, török, orosz megszálló, vagy egyszerűen csak egy ostoba fülle. Az erre elrendelés belenyomása. Apám református volt, de nem nagyon gyakorolta a vallását. Az úgysem tehetek a sors elleni érzését, azonban mégiscsak a kálvinista felmenők predestinációra való hajlandóságát dolgozhat. Ennek mondjuk látszólag ellentmond kedvenc vicce, amit évente legalább egyszer elmesélt, és mindig volt vele annyi jó indulat, hogy udvariasan végig is hallgatnak. Megy a farkas az erdőben, és találkozik a medvével. Ilyette megkérdezi tőle. Te, medve, rajta vagyok a halál listában? Megnézem. Bizony, rajta vagy. Te, medve, engedd meg, hogy oda beköszönjek a családomtól. Tessék. Hazarolna a farkas, elbúcsúzik a családjától, visszamegy a medvéhez, aki agyoncsapja. Megy tovább a mackó az erdőben, találkozik a rókával. A róka is ilyetten kérdezi tőle. Te, medve, rajta vagyok a halál listában. Fellapozza a medve, bólint. Hú, engedd meg, hogy előbb elköszönjek a feleségemtől. Tessék csak, hazarolna a róka, búcsúzik, jön a medve, bam, béke. Megy tovább a mackó az erdőben, találkozik a nyuszival. A nyúl már messziről kiabál neki. Te, medve, rajta vagyok a halál listán? Megnézem. Bizony, rajta vagy. Te, medve, ki húznál róla? Hát, persze. Néha ilyen egyszer. De fel sem merik tenni a kérdéseket. Nem bízunk saját magunkban, a sorsban, az Istenben. Aztán csodálkozunk, ha a medve agymancsak. Azért persze a medvével nem viccelünk, kacsintott, és ennyiből is érteni kellett a politikai vonatkozásokat. Ez meg kicsoda? Kérdeztem a fényképre mutatva, amit ruhás szekrénye ajtajának belső felére ragasztott. Csak ő láthatta, mert a ruhás szekrényét más nem mutogathatta. De én egyszer észrevettem. Ez nem érdekes. Felette. Jellemző, hogy szó nélkül tudomásul vettem a válaszot. Apám magyar szakon végzett a bölcsész karon, és mindig is írni szeretett volna. Pontosabban, világ megváltó gondolatait minél több emberhez eljuttatni. Nem is elsősorban szép irodalmat, hanem sokkal inkább eszéket, tanulmányokat az élet értelméről, a világról, a társadalomról, és persze Istenről, akiről pontosan tudta, hogy kicsoda és miféle, de soha nem imádkozott hozzá, mert a dolognak csak a racionális része érdekelte, az érzelmi.
Anyámat viszont, aki magát ateistának vallotta, többször rajta kaptam, hogy Istenem megszólítással hosszabb, rövidebb fohászokat. Apámnak tehát volt témája és ötlete bőven, miről ígyon, ám ezt a kommunizmusban csak egyféleképpen lehetett interpretálni. Ő azonban, hát nem mindenben értett egyet a hivatalos állásponttal, így sorra dobták vissza a cikkeit és tanulmányait. Pedig igyekezett körbenpont lenni. Ezt mindenki ismeri, aki próbálta már kijátszani egy diktatúra cenzúráját, de így is átláttak rajta, vagy annyira át kellett alakítania a szöveget, hogy már nem azt jelentette, amit szándéka szerint jelentenie kellett, így felhagyott a körmönfontsággal, és egyben azzal is, hogy nyilvánosságot próbáljon szerezni a gondolatainak. Tanári diplomája dacára sose tanított iskolában, pedig jó előadó volt. Szórakoztatóan, élvezetesen, érthetően beszélt. Fiatalon szép orgánuma volt, állítólag. Anyám sokszor emlegette, apám milyen szépen szavazt. Petőfit és József Attila. Ki tiltja meg, hogy elmondja Vibákot hazafelé menet? Számon tartatják, mit telefonoztam, mikor, miért, kinek. Aktákba írják, miről álmodoztam, és azt is kiérti meg. S nem sejthetem, mikor lesz elég ok előkotorni azt a kartotékot, mely jogom sérti meg. Sőt, énekel! A csítári hegyek alatt, nem persze, engem szerzett. Állítólag ezzel vette le a lábáról anyám. Máskor meg azt mondta, azzal milyen okos. Olyan okos mérraktáros egy vacak könyvtárban. Járultam, amikor sokat jára hallottam, talán egy rosszabb iskolai jegyembe válaszol. Annyi négy levegőt meg. És te is csak egy vacak beosztott, hogy a te iparnál a Sanyi anyukája az egyetemen dolgozik. Én is dolgoztam az egyetemen. Látta oda anyám a szemes szikrákat, szólt érdekes, nem is rám nézett, hanem apámra, aki csak mosolygott. Mint mindig kitűnő tanuló voltam, folytatta anyám, mert bántotta a helyzet. Az egyetemre is elharaptam, mondta. Hirtelen rágyújtott egy cigarettát, és apámra fújta a füstöt. A gimnáziumban szerepeltem a diák színpadon is, tette hozzá, mintha ez kétség a mosunk volna. A tanárom szerint sokkal tehetségesebb voltam, mint... Te mondd egy ismert színésznő nevét. Aki az évfolyam társam volt, és együtt játszottam vele több darabban. Apám még mindig mosolygott, de már kényszeredett. Később megértettem ezt az arcát. Viaskodik benne a hiúság és a megfontoltság. Ő persze a hiúságot az igazság szeretetének nevezi magában, de a titok erősebb a hiúságnál. Általában. Apám azonban nagyon hiú. Ez lett a veszte. De ezt akkor még nem tudtam. Háttérbe szorította te át a hímsereget. Istenem, raktáros, az is munka. A mosoly elkezd átalakulni, és a hiúság győzedelmeskedik az óvatosság felett. Válaszolni akart a kérdésemre. Azért lettem raktáros, mert... Anyám lemeztek. Én meg elkönyveltem, hogy... Okos ugyanaz apám, de én ügyes ugyanaz. Másoknak valahogy jobban futott a szekér. Bolnári például piros Lada kombit vette. Nekünk egyáltalán nem volt kocsi. Molnár apuga szedte a közös költséget a házban. Ez is olyan misztikus volt. Azt képzeltem, meg is tarthatja. Ez talán még a felnőttek fejében is megfordult. A piros Lada érkezésekor elterjedt a pletyka, hogy a gépkocsi nyereménybetét könyvben tartott közös előtakarékosságból származott a pénz. Molnár úr ezt követően sértetten felmutatta hiánytalanul a nyereménybetét könyveket. De agyam nem oszlott el, mert kiegyezte fel az eredeti sorszámokat. Senki. Ez azonban legyen a Molnári titka. Persze, de a mi titkunkat később megtudta.
március 14-e abban az évben vasárnap esett. Reggel átmentem a szüleim szobájába. Tévében ilyenkor mesefilmeket adnak, odakötve a csemetéket a képernyőhöz, hogy amikor bizonyos családokban misére indulnának, a gyerekek nyavajogjanak. Jaj, nem, mise, a flúgos futam megy a tévében! Ez minket nem érintett. Mi nem jártunk misére. Átmentem rá a szüleim szobájába, mert ott volt a tévé. Bekapcsoltam és leültem az ágyunk színére. 14 éves elmúltam, de a rajzfilmeket nagyon szerettem. Ezekhez szinte csak vasárnap délőtt jutottam hozzá. Videó, DVD akkoriban nem volt, csak egyetlen csatorna. Na jó, kettő. Átmentem rá a szüleimhez és néztük a Magila gorillát. Nem tudom, zavarta-e őket, de annyira nem, hogy elküldjen. Kimegyek holnap a Petőfi szoborhoz, mondtam hirtelen. Minek? Kérdezte anyám. Holnap, csodálkozott apám. Március 15-e van, magyaráztam. Elhatároztuk a Rezsővel, hogy kimegyünk. Minek? Kérdezte anyám. Hát csak úgy. Nem, szólt röviden apám. Miért? Csak. Néztük a Magilla gorillát. Nem figyeltem rájuk, de a hátammal éreztem a feszültséget. Mondd el neki! Hallottam anyám hangját. Megfordultam. Szerettem a titkokat, mint minden gyerek. Mi? Nem érdekes. De érdekes, ha már elkezdted, mondd el! Nem kezdtem. Közben véget ért a Magilla gorilla. Felálltam, oda mentem a tévéhez és kikapcsoltam. Ha már úgyis ott vagy, nyisd ki a szekrény ajtót. Kinyitottam. Belül a megfakult újságból kivágott kép. Egész megfeledkeztem róla. Apám szekrényét senki sem nyitogathatta, erre nagyon kényes volt. Tudod ki? Még mindig nem tudtam. Pajuszos, szemüveges férfi. Nem is szemüveget viselt, hanem csak két az orra fölött egymáshoz kapcsolt tencsét. Ő nagy Imre. Az 56-os? Persze. Apám sokszor mesélt Nagy Imréről, de képet még nem láttam róla, illetve ezek szerint láttam, csak nem tudtam, mit láttam. Miért van a szekrény ajtón belül? Csodálkoztam. Anyád nem engedte, hogy kitegyen. Ezt nem értettem. Nem mesztelendő ez a Nagy Imre, hogy anyámot zavarja. Mivel ezt viccesnek találtam, rövid hezitálás után el is mondtam, de csak apa mosolygott. Azt talán kevésbé zavarná. Ugyan már mit misztifikálsz? Öreg anyám talán nem tökéletesen használva a szót. Azért nem engedtem apának, nehogy valami baj legyen, nehogy valaki meglássa. Nem ér ennyit az egész. Apád egy jópofa gesztusért feláldozná, feláldoznám. Ez nem jó a gesztus, ellenkezett apám. Ez csak egy szerep, vitatkozott anyám, kikászálódott az ágyból és rájutott egy cigarettát. Hosszasan túl belám a tisztán. Ezt akkoriban természetesen tette. De hát, ki látná itt meg? Érdetlenkedtem, még mindig a rossz minőségi fotót bánulva. Valószínűleg egy külföldi angol nyelvű újságból láttam. Írt le anyám nagy kört a kezével, s egyben a füsthögő cigarettával. Kiskoromban nagyon szerettem, amikor azt játszottuk, hogy eloltottuk a villanyt, és a sötétben anyám apró kis köröket rajzolt a cigaretta izzó parazsában. Apámról nem volt ilyen emlékem, pedig ő is dohányzott, de ez nem tartozott hozzá a személyiségéhez. A születésed előtt leszok. Szólj csendesen apám. Nem láthattál sohasem dohányozni. Könycseppet törött ki a szemébe. A fene. Anyám tehát az egész világot körbezárta, mint potenciális megfigyelőjét a Nagy Imreképnek. Azután szűkített. Barát, rokon, miért baj? Kérdeztem. Vagy a család látogatása ide érkező osztályfőnök?
Ugyan már világosítottam fel anyámat, hiszen úgy sem ismerné föl senki. Erre nem válaszol. Na jó, egyeztem vele. Nem akarjátok, hogy észrevegyünk. De akkor miért tetted ki mégis? Fordultam apámhoz. Azért, hogy én lássam. Felettem. Apádra val, szólt közben ugye anyám, pontosan tudja, hogy veszélyes, mégis csinálja, de csak annyira csinálja, hogy ne legyen semmi értelme. Mert megmutatni nem meri a világnak, csak saját magának milyen bátor, hogy kirakta. De annyira már nem bátor, hogy kirakja a bejárati ajtóra, vagy a folyosóra, vagy a munkahelyén. Kapottam a fejemet. Nagy Imrét kivégezni, szólt apámnak hangosan. Ezt tudtam. Csak azt nem tudtam, mi közelnek a Petőfi szoborhoz. Március 15-höz. Arra gondolsz, próbáltam kitalálni, hogy engem is kivégeznek, hogyha kimegyek holnap a Petőfi szoborhoz. Jaj, nem, dehogy is. De te azért akarsz kimenni a Petőfi szoborhoz, hogy borsot törj a hatalom orrral. Így van? És azt hiszed, ez csak egy játék? Azért van ott a Nagy Imre kép, hogy tudja. Ez nem játék. Ma már nem végzik ilyesmiért az ember, mondtam határozottan. És engem nem is csukhatnak börtönbe. Tönkre tehetik az életedet. Kirúghatnak az iskolából, elmehetsz, tudom is én minek, utcaseprőnek. Mindig ezzel riogatták a gyereket. Ha nem tanulnak, elmehetnek utcaseprőnek. Sok osztálytársam volt, aki rosszul tanult, egyikből sem lett utcaseprő. Vannak ilyen toposzok. Ne egyél mosatlan gyümölcsöt, mert vérhast kapsz. A kimelegettél, ne igyál vizet, mert tüdőgyulladásod lesz. Tanulj, különben elmehetsz utcaseprőnek. Na, ennyire veszélyes ez a Petőfi szobor is. Téged talán kivégeztek? Kérdeztem a kamaszok indokolatlan versziójában. Na ugye, vagy talán börtönbe csuktak? Igen. Tessék? Igen. És mi nyerte meg anyám? Apádat a születésed előtt letartóztatták és börtönbe csukták. De hát mi? Államrendellen izgatás, felette apám egyszerűen. Akkor ez ilyen politikai? Politikai. De hát mit csinált? Néztem anyámra. Úgy képzeltem, hogy ő fogja elmagyarázni, de ő az égő cigarettája végével a férjére mutatott. Tessék, mondd csak ennek. Nem érdekes az egész, tekintett apám nagyvonalúan. Egy reggel csöngett. Ott áll két bőrkabátos ember az ajtóban, közölték, hogy házkutatást tartanak. Házkutatás? Ez izgalmasan hangzott. Áthívták a szomszédból a Sanyikát hatósági tanulnak. És mit kerestek? Fegyvert? Anyám gúnyosan fölkacagott és dühött mozdulatokkal elnyomta a csíket a nászajándékban kapott kristályhámutartóban. Ugyan már, fegyver, akkor nem két évre csukják, és akkor te nem is lennél. Ennek örültem. Örültem, hogy nem fegyvert rejtegettek, és örültem, hogy vagyok. Hogy vannak gyerekeim, hogy azoknak is lesznek gyerekei, és 200 év múlva is lesznek gyerekek, akik azon tanakodnak majd. Milyen jó, hogy derék felmenünk, nem fegyvert rejtegetek, mert akkor 20 évet kap, és mi nem lennünk. Apád tanulmányokat? Folytatta anyám, mert jól sejtettem, hogy végül mégis csak ő fogja elmesélni. Na, ez nem hangzott olyan veszélyesebb, mint a fegyveret. Amikor beletődött, hogy az elméletére nem kíváncsi, akkor éppenséggel félnek tőle, attól kezdve csak magának írta ezeket. Az én írógépemben, amit az ösztöndíjamból vettem. Tette hozzá hirtelen ismét belerogalva magát az indulatba. Később a rendőrség műjelként le is foglalta. Nagyapádnak kellett megesküdnie rá, hogy fővette nekem még lánykoromban. Nem azt mondtad, hogy az ösztöndíjakból? Na nem. Nem képzeled, hogy nagyapád írógépes vett nekem, amikor kifejezetten gyűlölt, hogy egyetemre mentem és nem káposztasavanyítással foglalkozom. Minden, ami nem káposztasavanyítás, kívül került az érdeklődésére. De a rendőrség inkább elhitte azt, hogy egy apa vesz a lányának egy írógépet ajándékba, mint hogy egy fiatal lány írógépet vegyen a saját ösztöndíjából. Abból is látszik, hogy végül sikerült visszaszerezni a nevezett írógépet,
hogy most ezeket a sorokat is ugyanazon a gépen pötyögjük. A szalag eléggé kipakult, attól ennyire olvashatatlan. A T betű nem illeszkedik a sorba, hanem fölfelé egy kicsit kilóg, a P pedig használhatatlan. De ez nem tragikus. Akinek soha nem kellett vesződnie egy írógép lekopott P betűjével, soha se gondolná, hogy mennyire ritka a magyar nyelvben a P betű. Mert apámnak még saját írógépe sem volt. Mert összesen egy sezlonnal hurcolkodott be anyámékhoz, amikor összeházasodtunk. Nem mintha mi krőzusok lettünk volna, egészítettek ilyenkor. Mindig krőzust emlegettünk. Nekem Krűzus már 4-5 éves koromban jó ismerősöm volt. Mi nem veszünk autót, nyakadtam a szüleimet. Nem vagyunk mi Krűzusok, jött a válasz. Nekünk nem lesz színes tévék, nem vagyok én Krűzus. Hogy volt a képen, az a túró, az a rejtélyes Krűzus, azt nem tudtam. Hangzásában a Krisztusra hasonlított, ezért valami transzcendens jelleget kapott. Főleg, hogy Krőzös volt a mindenható, csodatévő, különleges lény, a korlátlan lehetőségek nevesítése. Az a helyzet, hogy Croesus lüduralkodó, akinek latinosított neve a Krőzös. Legendásan gazdag volt. Elsőként veretett arany és ezüst pénzt. Mikor a perzsákkal háborúba kezdett, jóslatot kért Delfolyból. Azt a választ kapta, a támad egy nagy birodalomtól megtölni. Támadott, veszített, és beteljesült a jóslat. Valóban megölt egy nagy birodalom, az övé. Egyszer apám elvitt egy baráti összejövetelre. Csak később jöttem rám, hogy ez afféle ellenzékieskedő izgálkosság volt a kádárkor ravacsos, posványos, undorító éveiben. A megjelentek elszavaltak egy-egy verset, köztük olyanokat, amik nem feltétlenül szerepeltek az aktuális tankönyvekben. Egyikük prózai részletet választott. Zrínyi, Asztörök áprim ellen való orvosság című művéből. Kiállt középre. Mi a székeken és földön ültünk körben, én voltam a legfiatalabb szinte gyerek, nem is tudom, hogy kerültem oda. Szóval kiállt, és azt mondta. Ne bántsd a magyar! Ízesen beszélt. Valamilyen tájszólással, mert nem mondom, milyennel is elkezd. Cyrus király, mikor Krézuszra Szárdisz városát vitatta volna, azt írja a história, a városnak megvételekor egy vitéz magára Krézus királyra akadván, s nem tudván ki légyen, meg akarja valahogy. Krézus király fia, aki egész életében néma vala, és soha egy szót nem szólhatott vala, ott találkozván akkor lenni atya mellett, látván veszedelmét atyának, megszólal a vitézhez, mondván neki. Ne bántsd a király! Vajon nem hasonló-e az én mostani felkiáltásom, édes nemzetem te hozzá? Látok egy rettenetes sárkányt, mely méreggel, gyűlösséggel teli, kapul és ölében viseli a magyar koronát. Én... csak nem mint egy ném, akinek semmi professzióma mesterséges szólásra nincsen, felkiáltok mindazonáltal, ha kiáltásommal elveszíthetném ezdül a sárkánt kiáltván, ne bántsd a magyar! A végén már kiáltotta ő is, ne bántsd a magyar! Apám odahajolt hozzám. Na, ez a Krézus király, akiről itt szó van, ez az a Krézus, akit anyád folyton emleget. Apá, tehát mindenféle hülyeségeket hitt az én írógépemen. Folytatva anyám is indokolatlan nevességgel, szigarettája végének minden határozottságával intette le, szólni készülő apá. Mindenféle hülyeséget, parlamentalizmusról, többpártrendszerről, oroszokról, sajtószabadságról, Trianonról egészítette ki apám és cinkosan rám kacsika. Gondolod, ne bántsd a magyar! Anyámat bosszantotta a kizökkent és sértettem fújta a kisbe. Akkor mondd te! Nem, ellenkezett apám. Te jobban tudod. Ezt a mondatot akkor teljesen természetesnek vettem, és a vicc az, hogy apám is így gondolta.
feleségem barátnője szerint manapság azok a házasságok működnek, ahol a férj pap is lesz. Csak hogy a szüleim házassága ennek ellenére nem működött. Igaz, ez nem manapság történt. Apám annyira jó volt, folytatta anyám, mintha nem jutott az imént akarta volna átadni a szót. Nem érte be vele, hogy zseniális művei a fiókkal hagyjanak. Meg akartam mutatni valakinek. Hogy látva lássam, idézte apám Adi. Anyám ezúttal nagy vonalon elsiklott a közbeszólás felett. Először csak neked mutatta meg. Itt apám közbeszólhatott volna, hogy na de mit értett volna abból anyád, akit sem a történelem, sem a politika, sem a filozófia nem érdekel túlságosan. De nem tette. Mert, mint már mondtam, papucs volt. Ő persze azt mondta volna, hogy csak nem akar fölösleges konfliktust gerjeszteni, amit tudtam értékelni, mert én is nagyon utáltam, amikor veszekedtem. Azután felolvastam a legjobb barátainak is, tette hozzá anyám. Aztán a közelebbi, majd távolabbi ismerősöknek szabályos, felolvasó esteket rendezett. A szöveget nem akarta odaadni, részint mert ez az egy példája volt, részint óvatosságból, részint pedig azért, mert szerette hallani a hangját és látni a közvetlen hatást. Minden egyszer valaki följelentette. Érdekes. Azon sosem gondolkoztam, miért írt, ha veszélyes volt. Ez természetesnek vette. De vajon, ha tudta, hogy veszélyes, miért mutatta meg másnak? Kizárólag hiúság volt. Hiszen azt nem gondolhatta komolyan, hogy ennek bármilyen praktikus hozadéka lesz, és majd ennek nyomán összedől a rendszer. Egyszerűen csak elismerésre vágyott. Illetve szeretett. De ahhoz szemérmes volt, hogy így nevezze. Annyira vágyott a megbecsülésre, a gratulációra, na hát öregem, te is zseni vagy! Hogy a börtön kockáztatta érte. Talán, ha anyám egy kicsit lelkesebben fogadja, bár az is lehet, az csak még tovább tüzelte volna. Na, ha még a feleségemnek is tetszik, akit pedig nem is izgat a politika, hogy fog tetszeni azoknak, akik értenek is hozzá? De anyám nem értette meg. Idegenkedett az egészben. Talán azért, mert ő a női intuíciójával sokkal jobban érezte, micsoda baj származhat ebből. Apám csak annyit érzékelt, hogy a felesége nem érti. Gyerekkorában mindig az apjával beszélt komoly dolgokról. Apja okos volt, meghalt fiatal. Az anyával nem tudott semmiről sem értelmesen beszélgetni, mert ő neki csak a külsőségek számítottak. Főjött faluról, cselédlány lett Pesten, de a fiából igazi nadrágos embert akart faragni. Okosat, jól neveltet, iskolázottat, tekintélyeset. A legfontosabb, hogy mit szólnak a szomszédok. Ezért a fiám mindig tiszta, rendes ruhának kellett lennie, az ő fia mindig udvariasan köszönt, a cipője kifényesítve. A sikeres érettségi után, ahol az elnök külön kiemelte apám intelligenciáját és fogalmazási készségét, hazament és büszkén az anyja elé. Feje magasabb volt nála, kicsit meg kellett görnyennie, hogy a szemébe nézzen. Anyám, kitűnőre érettségiztem. A nagyi felnézett rá, végigmérte, aztán bosszúsan megcsóválta a fejét. Hogy állandod az anyagkendőt? Úgy tűnt véget ért a beszámoló. És ezt most miért mondtátok el? Kérdeztem bosszusan, mert eszembe jutott, hogy a makuna gorilla után még jött a kengyelfutó gyalogkapunk, és arról most lemaradtam. Akkoriban nem volt videó, meg DVD, meg internet, hogy az ember akkor nézzen meg egy filmet, amikor csak akar. Ha lemaradtál a műsorról, akkor lemaradtál róla. Azért, hogy te ne szúrd el az életedet, mondta anyám ingerülten, és közben apámra pillantott, aki szíve szerint megkérdezte volna, miért? Hát mi elszúrt? Nem lehet megszúrni. Én nem szúrom el.
Kimentél végül a Petőfi szoborhoz? Kérdezte apám évekkel később. Miután végighallgattam, mi várt az emberre, hogyha a hatalomnak nem tetsző dolgot tesz, azért másnap természetesen kimentem a Petőfi szoborhoz. Nem történt semmi, mondtam a vállamat vonogatva, mintha utólag talán sajnálnám is kicsit, hogy így alakult. Letettem egy szárad nemzeti szalaggal átkötött tulipánt a talapzatra, körülnéztem, mint a politikusok a híradóban koszorúzáskor, aztán elmentünk a Rezsőben moziba. Ez később hagyományá vált, és a következő indetben már nem is ment ennyire simán. Megvolt a koreográfia. Petőfi szobor, Kossuth tér, Batthyány örökmécses, át Budára a Margit hídon, nem szobor, végül a Kölcsey a Batthyány téren. Vonulás, éneklés, szabadatás, két oldal rendőrök. 86-ban a Batthyány téren sokaktól elvették a személyt. Este a Lánchídon verést is kaptunk, én azt szerencsére megúsztam. De megbűnöltem egy életre a komcsikat, a rendszert, a rendőröket, mindezt azért, mert másnap kimentem a Petőfi szoborhoz az atyai tiltástacán. Apám csak nézett maga elé mereven, majd halkan megszólalt. Nem, fiam. Nem mentél ki. Nem mentél te sehova. Néhány nap, amíg feldolgoztam a hallottakat. A hát börtönbe hűlt, mondogatja. Ezzel a mondattal nehezen szembesültem. Börtönbe a gyilkosok kerülnek, tolvajok, rablóka, a börtöntől pedig nagyon alja ember. Börtönviselt abban nem egyeztethető össze azzal a képpel, amit magamban hordoztam a saját identitásom. Nem is ismertem más, akinek az akkor börtönben volt. Persze, róla sem tudták. Volt azért némi büszkeség is benne. Apám ellenálló, apám hazafi, apám bős. Kossuth is volt börtönben, Kazinczy Ferenc is. Nagy Imrét ki is végezték. Még szerencsé, hogy apámat nem végezték. Sőt, ahogy számolgattam, kb. 13 hónappal később születtem, mint hogy kiengedték a sétre. Milyen szerencse, hogy nem ítélték hosszabb időre, vagy nem tartották be még egy-két évet valamilyen ügyet. Hallottunk már ilyen. És az is szerencse, hogy anyám nem vált el. Pedig némi nyomásgyakorlás történt ebben az irányban.
Azt mondták neki, ha elválik a férjétől, maradhat a munkahely, folytathatja a karrierjét, ami elég ígéretesen indul. Főleg ahhoz képest, hogy Maszek fűszeres apja miatt egyéb származásúnak számít. Elsőre nem is vették fel az egyetemre. Akkor egy évig gyárban dolgozott, s másodszorra igen saját jogon munkás káderként felvett. Így fegyett. Szóval választás elé állították. Férj vagy munka. Ha úgy mondanák ez divatosan, család vagy karrier. De leginkább azt jelentette, becsület vagy szarházasság. Anyám természetesen a becsületes megoldást választotta, így amikor apám végre kijött a börtönből, épp egyikben se volt állása. Gondolom, eltartott egy darabig, míg újra összes iszolódtak. Talán ötször vagy hatszor találkoztak az alatt, mint bennük. Ritkán volt látogatás? Kérdeztem. Apám keserűen nevetett. Nem látogatásnak hívták. Beszél. Anyám tehát választatott a karrier vagy család dilemmájában, a történtek után apámnak ez a lehetősége nem maradt. Legfeljebb, mint gyári munkás álmodozhatott volna előrelépésről, de még ott sem a munkás mozdult előre, hanem a futószalag rohadt el a munkásnál. Néhány hónapig ebből tartotta fel magát és a feleségét. Szegény nagyanyám a pedens kis nyakkendőjével mit szólt volna, hogyha látja egyetemet végzett fiát mocskos, olajos overában valamilyen fizikai vonatzó munkát végezni. Nem is látom így. Logikusan maradt a nagy család gyereksivaja, mint ön megvalósítás, mert azért abban még a kommunisták sem szólhattak bele, szülessen-e az embernek gyereke. Beleszóltam, mondta apám lakonikusan. Na nem közvetlenül, csak úgy közvetve. Apádat, mintha kicserélték volna, mondogatta. Egy másik ember kaptam vissza. Azért az ember megviseli a börtön, gondolta. Talán a személyiségét is megváltoztatni. Nagyon borzasztó volt meg? Nagyon. Töprengett apám. Nem. Nem volt annyira borzasztó. Először a köztörvényesek közé kerültem, de csak véletlenül. Tolvajok, rablók, hivatalos személy elleni erőszak. Szivattak sokat. Szivattak. Ízlegettem szót, ez nem az ő korosztályának való kifejezés. Nem is tudok rá felelni. Nézd. Az emberek között mindig kialakul egyfajta hierarchia. 16-an voltunk egy körletben, ez még a jogerős ítélet előtt. Hát, nem tartoztam az arisztokráciába, ha érted. Azt érezték, hogy kilógó közül. Politikai. Az olyan furcsa jószág. Mert hogy valaki besúrran egy nyitott ajtón és elemel ezt, azt megértik, vagy késsel támad a szomszédra, részegen megveri az asszony. Ezek olyan logikus dolgok. De írkálni össze-vissza, miért aztán lesítenik az embert, ez józan észre felfoghatatlan. Lenéztek? Kérdeztem, és bár komolyan gondoltam, mégis különösen hangzott. A 8 általánosan végzett bűnöző lenézi a diplomásra volt. Apám eltöprengett. Inkább hülyének tartottak, ahogy már mondtak. De aztán megjött az ítélete. Ilyenkor azt mindenki elolvassa. Ott nincsenek titkok. Tudják róla, hogy gyerekeket erőszakoltál meg, vagy rendőrt vágtál szájra. Az ítélet hivatalos van. Azon rajta vannak a legfőbb adatok. És nekem szerepelt ott, hogy végzettségem tanár. Én ugyan sosem tanítottam, de hát tanári diplomám van, a bölcsészkaron azt osztanak. No, attól hirtelen megugrott a tekintélyem. Az, hogy politika, tanulmány, liberalizmus, keresztény demokrácia, parlamentarizmus, többpártrendszer nem nagyon érti. Még az sem, hogy egyetlen. Bölcsészkar, de azt, hogy talán, azt mindenki értette. Attól kezdve
két lépés távolságról szólítottak meg, tanár úrnak hívtak, és bármilyen vitás vittában engem kértek fel döntő bírónak. Emlékszem, egyszer két kültetni vagány azon veszett össze, melyik irányba is esik a Kacsa utca. Majdnem megölték egymást. Hirtelen valakinek eszébe jutott, kérdezzük meg a tanár urat. Akkor én eltöbbentem, melyik irányba is van a Duna, Gyorskocsi utca, és megmutattam a helyes irányt a Kacsa utcát illetően. A két vagány eleresztette egymást, akinek igazat adtam diadalmasan, a másik lesújt fejjel, de egyik sem kérdőjelezte meg az ítéletemet. Ez mégse lehetett olyan borzasztó. Később, mint megtudtam, a politikaiakkal került egy helyre. Ott a társaság is magasabban képzett és kellemesebb volt. Ott a Kacsa utcánál súlyosabb dolgokat is megvitathattak. És mivel apámnak sikerült a fordító részlegre kerülnie, ezért egész nap intellektuális munkát végezhetett. Persze, nem látta a feleségét, az anyját hónapokig, biztos gyötrődött emiatt sokat. De ettől két év alatt nem változik meg az ember személyisége. Egy másik embert kaptam vissza. Lehelte anyám a halálos ágyán, amikor meglátogattam a kórházban. Megfogta a karom. Legalább te itt voltál nekünk. Hirtelen lecsúszott rólam a keze. Az ügyességet marfalázta. Végül is mindent lehetett folytatni onnan, ahonnan a bajták. Volt egy kis törés, persze. Bizonyos kapuk bezárultak, de kinyilvattak újak. A gyerek zsivaj, amire apám elméleti szinten úgy vágyott. Ettől nem tilthatja el semmiféle rendszer. Éppen most kérdezett vissza apámról. A sezdon szélén ült az aprócska altérleti szobában. Az anyósáik ugyan nem mondták ki nyíltan, hogy nem szeretnének egyfelé leleplakni egy börtön töltelékkel, de el sem ajánlották, hogy befogadnák őket. Hogy érted azt, hogy éppen most csaptam fel anyám? Arra gondolsz, hogy engem is kirúgtak, egy kőnek sincs állása, és rettegünk a holnaptól? Pontosan, bújtottam el. Épp azért kellenek a gyerekek, hogy legyen értelme a holnapnak. A holnap? Sikított anyám. Mi van, ha megint lecsuknak? Ugyan már, miért csuknának le? Ha jól emlékszem, egyszer már lecsuktak, és akkor itt maradok egyedül a gyerekkel. Milyen állást fogok kapni, miből fogok megélni, a szüleim kitagadnak, a te anyád meg csak sírdogál magában, meg szegény kicsi fia a börtönben, mit szól ez a Pali bácsi, ha összefut bele a boltba? Hát ezt mondom én is. Vett át azt, hogy apám, akinek úgy tetszett, végre meghetette a nőt, ami azért nem szokott könnyen menni. Most nem aktuális egy gyerek. Most nem? Hát mikor, ha 50 éves leszek? Mikor aktuális egy gyerek? Ha az aktualitást várjuk, akkor sose lesz gyerekünk. Már hogy ne lenne? Bukta apám azon a szép baritonján, ami olyan odaadóan tudott énekelni még udvardása kezdetén. 9 gyerekünk lesz. Persze, 9. Ez életi 9 gyerekkel remekül tudsz dobálózni. Nagy elvekben jártas vagy, mint az ávonak is feltűnt mennyire. De most erről az egyetlen konkrét gyerekről van szó. Erről itt a hasamban. Miért kell kiabálni? Én nem kiabálok. De kiabálsz, mert ideges vagy. Ezt nem lehet idegesen megbeszélni. Majd ha megnyugszol, megérted, hogy miért nem lehet most... Nyugodt vagyok. Kiáltott anyám. Apám odalépett hozzám, megsimogatta a fejét, akár egy orvos. Anyám kiszökött a simogató kéz alól, apám átrébb lépett, így is jó gondolta. Leült a székre. Karjait széttárva, kinyilatkoztatás szerűen magyarázotta, hogy korábban is még le nem csukták. És ahogyan a börtönben is megmondta, melyik irányba esik a Kacsa utca, hogy később is mindig tudta az élet nagy dolgaira válaszolni. Az élet, mondta,
teremtéssel kezdődött, és azóta folyamatosan adódik át apáról, fiúra és anyáról lányra. Ha anyámban lett volna egy kis humorérzék, mint ahogyan nem volt, az a számos konfliktus forrását jelentette, most biztosan közbeszúrta volna, hogy és apáról lányra, és anyáról fiúra. De nem tette. Csak álltott villogó szemekkel, és már nem azzal a csodálattal hallgatta apámat, mint kapcsolatuk hajnalán a naív, szerelmes kislánya, rettenetesen okos egyetemistát, hanem az elárult, kétségbeesésbe hajszolt feleség a férjét, aki néhány éve tönkretette az életét, és most ezt készül még tovább fokozni. De apám nem zökkent ki, és folytatta a nagyívű fejleget. Ez az örök lánc megszakad, véget ér az egy sejtűvel kezdődött örökös reprodukció. Az az evolúciós ág, amelynek a végén mi vagyunk, mondhatjuk kihal. És kérdés, nem teszi-e ez visszamenőleg értelmetlenné meg annyi rég elhalt ősünk fáradozását azért, hogy az életet továbbadja? Másfelől viszont. Felelőtlenség, lakás, biztos megélhetés és harmonikus kapcsolat hiány belevágni. Anyám, aki néha teljesen üres tekintettel merek maga elé, most is sokáig így áll. De a harmonikus kapcsolat hiány kifejezés kizökkentette ebből a szemtelenségéből, amiben már talán ekkor az eljövető Alzheimer-kóra kellett volna gyanakodni. Nincs harmonikus kapcsolat, így nevezed azt, hogy a házasságunk romokban? Na-na, emelte fel apám oktatólag a kezét. Nincs romokban, de óhatatlanul megviselte a hosszas távollét, ami tőlünk független okból. Azért az nem tőlünk független ok, hogy lecsukattad magad. Támad rá anyám, de ilyen fokú méltánytalanságot egyetlen férfiak sem kötelessége elviselni. Én nem lecsukadtam magam, engem lecsuktak. De holmi igeragozással nem lehetett anyámat leszerelni. Tönkretetted az életemet. Én életem is tönkremet. Jegyezte meg apám lakonikusan, akik általában óckodott az ilyen súlyi jelentésektől. Egyre gyakrabban ébredtem hasonló veszekedésekre. Anyám, mintha ivott volna az indokolatlanul heves dükkitörései, a kiabálása. Azért ilyesmit nem tapasztaltam tőle. A saját életedre azt kezdesz, amit akarod, az enyémet nem lett volna jogot tönkretenni. Az esküdőn vállaltuk, hogy jóban, rosszban dönnyögte apám, de mintha ő se hitte volna, hogy ezzel leszerelheti a vérszagát megszimatoló anyámat. Nem is sikerült. Esküvő! Kiáltotta anyám, és hangja vészjósló szokrásségításba fulladt. Nem is volt esküvő, egy vacak polgári házasságkötés, egy ocska jogi procedúra, egy szerződés aláírása, az nem esküvő. Te nem akartál templomban házasodni, szakadt ki apám, igaztalannak vélve a vállakat. Én, hiszen én hívő voltam, elsőhádoztam, félválkoztam, kislányként minden este imádkoztam elalvás előtt. Eleinte azért, hogy az apukám jöjjön haza a háborúból, később azért, hogy szerető férjem legyen. És nem lett. Nem is lett férjem. Ezt a házasságot nem az Isten előtt kötöttük, hanem a kommunista tanács anyakai vezetőinek irodájában. Lehet, hogy tudat alatt ezzel akartál védekezni az ellen, hogy elvegyelek. Arcam volt a apám kisé a saját lelkét, de valójában azt gondolta, anyám pusztán a szülei bosszantása miatt mondott az egyházi esküvőről. Anyám ugyanis nem szerette a szüleit. Nem tudom, mi lehetett az oka. Az apjával szembeni averziumban szerepet játszhatott, hogy kislányként nem is ismerte. A fronton volt, majd hadifogságban, annyit tudott róla, hogy esténként imádkozni kell érte. De nem volt igazán arca. Egy homályos, gyűrött fotó állt rendelkezésre, illetve a házasságkötéskor készült fénykép, amin az anyja sem hasonlított magára. És
nem társult hozzá egyetlen közös emlékség. Imádkoztál apukáért, kislányom? Jó Istenem, ma elfelejtettem. Hát akkor gyorsan! Később a fogságból hazatérve, az apa elmesélte, hogy egyszer végső elkeseredésében az öngyilkosságra gondolt, már a halántékához szorította a fegyvert, de mielőtt elsütötte volna, megjelent előtte a kislánya cofos, szöszi feje, és mégsem tette meg. Nagyanyám természetesen beazonosította az időpontokat, és éppen azon az estén történt, mikor a póti már a sor megy. Én is számolgattam később, és ennek már a hadifogságra kellett esnie, ám olyat még nem láttam, hogy egy hadifogolynak fegyvere lett volna. Valami mindenképpen sántított a történetben, de sosem említette. Szóval az imád távoli hőseg szép napon testet öltött. Hazatért egy rongyos, sorostán, üdös ember, aki szúrós arcához szorította, és közölte, hogy ő az apukája. A kapcsolat későbbi elmélyülésének az is sokat ártott, hogy a nő társadalmi szerepéről alkotott felfogásuk erősen különböző. Így aztán, mivel anyám saját szüleiben önnön kiteljesedése ellenségeit látta, és ezért nem szerette őket, logikusan a férje szüleit sem szerette. Egészen pontosan, apai nagyapám jóval korábban meghalt, őt nem ismerte, de az anyósát nyíltan szerette. Ez az alapállás eluralta a család hangulatát, ezért én se szerettem a nagyszüleimet. Apám szerette az anyját, de nem akarta feleségével emiatt is konfrontálódni. Persze tartotta a kapcsolatot nagyanyámmal, aki bálványozta egyszem kicsi fiát, akit ugyan a befolyása alá vont valami idegen nő személy, de ez csak a féle mellékszintere az életnek, ahol azt számít egyedül, hogy a nyakkendő ne álljon csálén, és az mind legyen kivasalva, megszólják az embert. Ha kellett, ő maga húzta le látogatóba érkező apámról az ingét, és vasalta ki rendesen, mert így mégse lehet az utcán járni. Mondjuk ahhoz képest, hogy a fia börtönben volt, igazán elhanyagolható respektus a szempontjából, gyűlölte az időt. De nagyanyám ezt az egész börtönügyet számízta a tudatából. Soha sem beszélt róla, még csak nem is utalt rá. Valószínűleg nem tudta volna feldolgozni. Hiszen az ő egyszerű, becsületes, paraszti észjárása szerint börtönbe a bűnözők kerülnek. Ha az ő fiát is lecsukták, akkor ő is bűnöző, de mivel az ő fia nem bűnöző, ezért kognitív diszonancia keletkezett a fejében, és ha nem akart megőrülni, inkább az egészet kiiktatta. Anyám is az őrület határán mozgott, amikor a férje politikai nézetei miatt eltávolították az állásából, amelyet annyi áldozatot hozott. Mindenképpen be akarta bizonyítani magának, és talán nagyapának, hogy ő komoly értelmiségi karriert fut be, ha már a fűszerüzletet nem viszi tovább, már csak azért sem, mert az időközben államosították a kommunistát. Anyám is szerette volna nagy család. Főleg amikor gyermekként magányosan unatkozgatott a padlás gerendái között, ahová egy könyvvel rendszeresen elvonult. De a karrier gyorsan ketté vált egy rendszerellenes Everton zúdé. Ha nem csukatod le magad, nem rúgnak ki, és akkor most nem állnak ki ezzel a dilemmával. Apám végtelen türelemmel javította ki. Én nem lecsukattam magam, hanem... És egyébként is. Akkor pláne meg lenne a dilemma. Elmennél-e szülni egy jól fizető állásból, vagy és szüljek-e egy férjelet, aki időnként lecsukantja magát? Itt a beszélgetés látszólag volt pontra jutott, de anyám belekezdett szokásos monológiába. Hűt fát ígértél, amikor megkérted a kezemet. Ez nem volt össze. Nagy család, sok gyereke, gyerekzsivaj. Milyen jó szó, azt tölti majd be a házunkat, a gyerekzsivaj. Ház, egy vacak kis nyug, és gyerekzsivaj. Hát tessék! A gyerek a legfontosabb. Te is tudod, hogy így gondolod. Hát akkor... Most jöttem ki. És te is mondod, ez egy vacak kis lyuk, nem ház és nem is lakás. Így képzeled? Nem így képzeltem. De én mindenképpen szeretnék gyereket. De azt talán föl se tudod fogni, hogy egy nő mennyire szeretne gyereket.
már hogy nem tudnám fölfogni, amikor én is szeretnék. És pontosan értem, hogy ha az embernek magva szakad, akkor a teremtés óta folyamatos, generációról generációra történő életátadás véget ér. Értelmetlenné téve meg annyi rég elhalt ősünk életét, ahol francba az életátadással. Én nem azért akarok gyereket, hogy a nemzet ki ne halljon, vagy mert az egységfőt tud a tartó megszakítatlan látszik fájna a szívem. Azért szeretnék gyereket, mert csak babuskassam, öltöztessem, ölelgessem, hogy legyen azért. Majd lesz, hiszen az élet élni, akkor azt nem lehet örökre elfogyni. Ne beszélj nekem életről, meg örökről általában. Konkrét élet van, itt a hasamban, dobog a szíved. Hát pedig most nem a legjobban. Ennél csak kedvező pillanat lesz. Nincs kedvező pillanat, mint a meglévő. Engem tenni áltas fiktív kedvező pillanatok, hanem áltatál már elég. Ez nem áltatás, hanem realitás. Te tudod a legjobban, mi az én értékrendem. Mit gondolok nemzetről, hitről, életről? Te is a realitás, aki fogod és lecsukhatod magad a legválságosabb pillanatban. Én nem lecsukhattam magam. Anyám ezután kezdett inni. Így mesél. Egyszer, évekkel később, ült az ágya szélén, tudomás sem vett róla, meredten bámult, és mintha csak magának motyognál úgy ünnepe. Olvastam, hogy Szabó Magda azért nem vállal a gyerekeknek, hogy nem akar ennek a rendszernek ebben a világba szülni. Mert hogy nem akar kiszúrni vele. Csak az ő érdekében ugye. De ezen az alapon nagyon sokan nem születnének meg. Sőt, igazából nagyon kevesen születnének meg, hogyha csak a tökéletes környezetben lehetne születni. Hát igen. Lehet ideológiákat gyártani, fölmenteni magunkat a külső körülményekkel, de senki nem képes 20 évnyi, de gyerek felneveléséhez szükséges időt előre belátni. Így aztán szükségszerűen mindenki felelőtlen, aki szül. Hiába gazdag valaki, a vagyon elveszett, jöhet természeti vagy társadalmi katasztrófa. Persze fordítva is történhet. A kommunizmus összedőlhet, a gazdaság beindulhat. Szabó Magda is tévedett. Hiszen a rendszer összeomlott, ő pedig dicsőségben, korvilláncokkal és Kossuth díjakkal körülvéve halt meg. Meg csak gyermekem. Nem szabad előre görcsölni. Csak a fejlett civilizációk ilyen marha előrelátóak, ettől aztán ki is pusztulnak. A természetesen gondolkodók, vagyis az Istenben bizakodók viszont szaporodnak. És ők fogják átvenni a marha megfontoltabb helyét, országát, vagyonát. Arról nem is beszélve, hogy minden egyes születéssel újra és újra értelmet nyert minden egyes felmenő életet visszamenőleg is 500 vagy 1000 évre. 15. században ilyen ősöm létének szükségszerűségét igazolja vissza egy újabb élet. Hiszen ha Szent István, Mátyás, Rákóczi vagy Petőfi korában ilyen ősömnek nem születik utóda, nem születek meg én sem. Ugyanígy mi is, magyarázta apám lelkesen megtalálva élete értelmét. Bízhatunk benne, hogyha nem is az örökké valóságig, de 100, 500 vagy 1000 évre biztosítottuk magunknak a biológiai halhatatlanságot utódok nemzésében. Majd jó leső érzéssel gondol vissza arra, 22. században világra jöttünk. Milyen derék dolog volt, ami az ükük patertól, hogy gyermeket nemzett. Máskülönben nem lennék én sem. Feltéve, hogy annyi öröme lesz az életben. Kockáztattam meg, mire apám nagyon elkomolyult. Soha se láttam ennyire szigorúnak és határozottnak, ahogy ennyit mondott. A lép mindig magasabb rendű jog nem lépni. Thank you.
A rendszerváltáskor azt gondoltam, most aztán megkapja az elégtételt apám a sorstól, az államtól, a politikát. Amikor a 80-as években kivonultunk március 15-én a rendszer ellen tüntetni, még ha nem is neveztük így, és átfutott az agyunkban a gondolat, és miért nem futott volna el végre 56 bennünk, még ha a születésünk előtt történt is, hogy egyszer megbuknak a kommunisták. De azt gondoltuk, ez a bukás véres és egyértelmű lesz. Szent Zsűsz az ifjú Jakobinus azt mondta 1792-ben, amikor 16. Lajos perben fogták, ez az ember vagy uralkodik, vagy meghal. Kicsit ezt éreztük mi is. Kádárról, Grószról, Losonciról, Acélról és az egész apparátusról. Vagy uralkodnak, vagy meghal. Ha a politikai hatalmat elveszítik, annak egyéb következménye is lesznek. Nem lehet. A vértelen átmenetnek hivatalosan örülni kellett, ám hogy később ennek mennyi vér, verejték és meghasonlás lett a következménye, szerintem ne is beszéljük. Neked legalább már jobb lesz, bizonygatta apám, s megfakult tekintete, mint a csillagok voltak. Talán eljönne. Ezért bekeltünk ki, ebben hittünk, ebben bíztunk, ha nekünk nem is, de majd a gyerekeinknek jobb lesz. Ez kétségben. Én egyetemre jártam, és azt terveztem, megírom apám történetét. Imáron nem az asztalfiúknak, nem is a szűk baráti körnek a feljelentéstől rettesve, nem érezze magam fölött Damoklész kardjaként a bőrt. Az a világ már el. Jelentette ki apám maga biztosan sikert. Terül nem vagyok. Persze, addigra elváltak. Anyám néhány évvel később meg is halt. Kórházi ágyon, magányosan. Egyetlen igazként azt szolgálhatott, hogy már rég nem értette és érzékelte a világot maga. Hát persze, nincs szükségetek pénzre, négy gyerek, az rengeteg sok gond és költség. Megvan minden. Igen, igen, borogatott apám. Az élet a lényeg, minden más ebből fakad, csak élet legyen. Négy gyerek, milyen szép. És körülnézett, hogy mit adhatna mégis, mert minden áron valami kézzelfogható ajándékot akart adni. Kinyitotta a szekrényt, ahol hajban a nagy imlekék volt. Azóta lekopott, elfosztott el. Most plüssállatokkal volt tele a szekrény. Plüssmacikkal, plüssnulakkal, vakondokkal, egerekkel, zsiráffal és tigrissel. És babákkal. Vigyél ebből egyet a kicsitnek. Már vittem, nagyon örült neki. Noha örült, akkor vigyél még. Ezek anyám plüssállatai. Most már az enyémek. Tőlem szigorúan apám hangja, mint hogyha valaki kétségbe mondta volna a tulajdonját. Anyám, itt hagyta ezt a temérdek plüssállatot azért, hogy minden évben, vagy inkább minden hónapban adjak belőle egyet az unokáknak, mert ez marad csak nekünk, az élet továbbadása. Anyám felnőtt korában is megkökkentő vonzalmat tanúsított mindenféle plüssállat felé. Ennek okát nem árult be, de azt hiszem sikerült megfejtenem. Valószínűleg 1944 karácsonyára nyúlt vissza, ahol a fa alatt egy rég vágyott aranyos plüssmaci várta az apucska kislány. Azonnal el is nevezte Morgónak. Kettesben ünnepeltek nagyanyámmal a rokonság szerteszét, nagyapám a fronton. Megölelgette a puha, jó szagú macit, készített neki kis ágyat, beletettette,
És akkor hirtelen rettentő zajt támadt. Nagy anyám idegesen rohangászott a lakásban, hirtelen kézen fogta anyámat, kabátotott rá, és kirohant fel az utcára. Mindenféle fények, hangok, sivítások egymelegében futottak fel alá. A szemközti ház pincéjéből rájuk kiáltottak, hogy gyorsan szaladjanak le az óvónejre. Nagyanyám teljesen megzavarodva, fejük mellett fütyülő golyó, és a közelben robbanó gránátok egymelegében rohangászott az utcában, maga után rákozva a lányát. És akkor anyám fölpillantott az ablakukra, és meglátta a lángoló karácsonyát. Vajon morgó maci? Zokogott fel. De abban a pillanatban egy férfi kirohant a pincéből, megragadta őket, és beállította mindkettőjüket a házba. Le a lépcsőn a pincébe, már vagy 15 szarom. Anyám sírt, a felnőttek csikizott rá. A sarokban pedig egy idegen bácsi ült, felső testét előre-hátra hintáztatta, kezébe temette az arcát, és monoton hangon megállás nélkül perceken, órákon át ismételgette. Kaszap István segíts meg, Kaszap István segíts meg, Kaszap István segíts meg. Ezért te vagy másért, minden esetre az ostrom megkinyelte az óvó helyet. De anyám állt a morgó macskóval együtt helyén. Nem tudom, ebből logikusan következik-e, hogy nászajándékba ismerős állatokat kaptunk. Dinoszauruszt és palackát. Feleségem rokonsága szerencsére ellátott bennünket tányérokkal, edényel, bútorral és készpénzzel, de abban a pillanatban valahogy a plüss dinó nem tűnt túlzottan praktikusnak egy ifjú házaspár számára. Igaz, ma is megvannak, mind a négy gyermekünk játszott velük. Akkor van, hogy viszont már mindentől. Mi nász ajándékba egy kristályhamutartót kaptunk, meg egy kristályvázát, mondtam fel. Annak se volt több értelme, de hiszen dohányoztatott. Na és a váza? Látta oda diadalmasan. Abba pedig virágot lehet tenni, magyaráztam. Hát azt meg mindig. Sóhajtotta és szórakozottan forgatott egy plüssrókát a kezében. Ezt hozta be anyád a börtönbe. Tessék! Egyszer, amikor bejött beszélőre, elővette ezt a plüssrókát a táskájából, és oda akart adni. Mondtam neki, hogy nem vihetek vissza magammal semmit. Szomorú lett. Azt képzelte, a cellában a pricsem, majd magam mellé fektetem, haza gondolok, és olyan lenne, mintha a feleségem feküdne mellette. Neked eszedbe jutna, amikor beszélőre indulsz a börtönbe a politikai elítélt férjedhez, hogy még gyorsan betegyél egy plüssrókát a táskádba. Hát anyámról el tudom képzelni, feletlen rövidtöltengés után. De azt már kevésbé láttam magam előtt, hogy apám meg plüssrókával osztja meg az ágyát, és ezzel rögnek a bankrablók meg az anyagyilkosok. Az ítélet után már a politikaiakkal voltam együtt. Mondta apám, miután a víziumot felvázott. Legfeljebb az 56-os újságíró nevet vetett volna ki, akit a 63-as amnestiával kiengedtek, majd 2 év múlva visszavitték, hogy bocs, tévedtünk, és még leült újabb 7 évet. De ő már nem nagyon tudott nevet is. Vagy a népszerű színész, aki levelet írt a neves rendezőnek, olyan tételeket megfogalmazva benne, hogy ilyen hülye alak is csak ebben a vacak rendszerben lehet valaki, aztán csodálkozott, hogy bezsúfolták. Na, ő még mondjuk legalább tudott nevetni, nem ő sokat. Később szerepelt filmekben, színházban, nemzetszínészeként halt meg, 90 is elmúlt, Istenünk osztály. Nem akarod, hogy megkeressük, aki feljelentett? Kérdeztem egyszer a rendszerváltás után. Minek? Minek? Nincs undorítóbb az árulónál, a besúgónál, a vanzernél, aki tönkre teszi emberek életét. Ez szimpla bosszú. Nem méltó hozzá. Meg aztán ki tudja, őt mivel zsarolták. Egyébként is már meghalt. De hát tudod, ki volt az? Sejtem. Teltek az évek. Anyám meghalt. Nem szólt többet anyám pendő miatt. Illetve a nagyanyám,
az apámnak. Lássunk neki, mire egy kicsit belezavarodtam, a régebbi emlékek valahogy sokkal frissebbek, mint az újak. Apám egyedül maradt. Én ritkán látogattam. Ezt azzal magyaráztam, hogy mindig is magának való volt. Egy szemgyerek, öntörvényű, nem volt rám igénye. Ha találkoztunk aggódva, rákérdezett, nem szenvedünk-e hiányanyagiakba. Mindig elutasítottam és visszakérdeztem, neki nincs-e szüksége pénzre. Hogyan már? A lényeg, hogy élek. A lényeg, hogy ti vagytok. Ez az, ami nekem számít. Gyere, unokák! Talán meg is hatékot ilyenkor. Én meg voltam elégedve. Apámnak az a legfontosabb, hogy létezünk. Ebben igyekszünk megmaradni. Ennél nagyobb szívességet nem is tehetünk. Közben azért történt még valami. Azt gondolhatják rólam, később emiatt látogattam ritkábban az öreget. Pedig ez nem igaz. De nekem semmi köze. Az interneten találtam rá egészen véletlenül. Persze az interneten sok hülyeséget írnak, aki hisz neki, meg is érdemli, ha átfejik. Én mégis rákérdeztem. Mondd csak, apám! Hallottad már a Brassói Imre nevet? Megrepent a szemvilágát. Nem is kellett volna folytatni, hát nem hazudott az internet. És aztán rögtön nemmel válaszolt. Ez még sokkal rosszabb is. Most már nincs jelentősége. Ennyi után. Nem mertem elmondani. Tört ki meg ide. Szahartam, pakolgatta a füstmacikat, néméknek még nevet is adott. 3 hónap volt már csak hátra a börtönből. Mi nem vártuk a centit, mint a katonák, de pontosan tudtuk, hogy hány napunk van még. Bekiáltották a nememet a cellában. Parancs! Értette. Az őr átkísért egy irodába. Civil ruhás manuszült az asztal mögött. Sose láttam korábban. Udvariasan kérdezett, még cigarettával is megkínált. Mihez kezdtek kiengedni? Tanári diplomámmal. Ugyan már? Azt nem gondolja komolyan, hogy tanítani fog. Egész jól tudok angolul és oroszul. Majd fordítok. Itt bent is fordítok. Itt bent az más. Az egészen más, de talán tényleg fordított. Persze nem szép irodalmat vagy ilyesmit, szakszövegeket, gépek összeszerelési tervét, szép munka. Márha nem nyúlnak utána az embernek, ha nem szólnak oda, ennek az embernek ne adjanak fordítást. Van ilyen. Elvállalok én bármilyen segédmunkát is, nem vagyok beteg vagy gyenge. Segédmunka, bravo! Büszke lesz a felesége! Mit is dolgozik az urat, Balvin? Hát, apró kis csavarokat teker rá, nagyobb csavarokra egy futószalag mellett. Nem is Marvinnak hívják. Hát persze, hogy nem. Pontosan tudjuk, hogy hívják a feleségét. Azt is tudjuk, most hol van éppen. Azt is tudjuk, melyik férfi kollégájával ebédelt, és melyikük hívta el színházba. 3 hónap múlva hazamegyek, és rendet rakok. Én, ha hazamegy, letelik a büntetésem. Nem, nem telik le, csak ha megkapja a kedvezményt. Semmi panasz nem volt rá. Egy pénztár sem lesz, ez csak rajtam múlik. Hát erre azért ne vegyem mérget. Magán itt nem múlik semmi. Eddig sem múl, eztán sem. Hallgattam apám monológiát, ami valójában dialógus volt. Mintha én ott se lettem volna, megelevenedett előtte a sok évtizeddel ezelőtti jelenet. Hirtelen megkettőződött, ő lett a rendszert védő kivallgató tiszt, és ő lett az áldozat a forradalmára, az ellenálló. Fogolj vagy, s egyben foglál. Fogolj vagy, s egyben foglál. És aztán kérdeztem, megfenyegettek, hogy nem engednek szabadnak. Na, de hát volt egy ítéleted. Láttuk már, hogy valakit a börtönben vádoltak meg újabb bűncselekménnyel. Összeesküvés. Ezt akarták rám hívni. Na, de hát egy jogállamban kezdtem, sörtönen is hallottam. Hát persze,
forgatik jogállam. Apám is csak mosolygott, és felültette a nagy barna plüsmacit, hogy jobban hajtott. Nekem abból semmi előnyöm nem származott, hogy ügynök legyen. Mondta apám, keményen megnyomva a semmi szülő. Sőt, többször meg is ismételni. A munkahelyi előmenetelemnél nem számított, mert a főnökeim erről nem tudhattak, hiszen titkos volt. Arról persze tudtak, hogy börtönben voltam államrendeleni izgatásért. Én pedig jelentettem szorgalmasan és illedelmesen, hogy vissza ne vigyenek. Mert látni akartalak felnyúlni. Tehát mégis besúgó voltál. 3x3-as. Többentem rá. Én nem azért vettem besúgó, hogy érvényesüljek, vagy hogy építsem a szocializmust. Gyűlöltem ezt a rendszert, én gyűlöltem a diktatúrát, a titkos rendőrséget és a besúgókat, akik engem börtönbe juttattak. Én előbb szembeszálltam ezzel a rendszerrel, és csak utána a börtönben szerveztek be. Nekem sem pénzem, sem állásom, sem dicsőségem nem származott el. És akiket megfigyeltél, azoknak néhány célszemélyre állítottak rá. Összesen talán 3 vagy 4 személyre jelentett. Egyikük sem volt börtönben, mint én. Egyikük sem éhezett, egyikükkel sem szakították el a családjátok. Mondok én neked valamit. Az egyik célszemély, akiről rendszeresen jelentettem, kapott nyugati útlevelet. Én soha. Rendszeresen taxival közlekedett Budapesten, én soha. Telefonkészüléke volt Lipót városi otthonában. Nekem a város peremény nem volt telefonkészülékem a 80-as évek közepéig. Miről beszélek? De lehet volna vagyunk belőle. Tudod, itt nem lehetett komoly baj, akik egyházi vonalon tevékenykedtek. Kapuk, hívő közösségek, hittanos csoportokat szerveződ, azokra rámásznak. Felégettem minden hívat a hívő barátaim felé. Megszakítottam a kapcsolatot a legjobb gyerekkori bajtársamat, tudod, a Feri bácsival, aki ezt nem is értette, és aki később is, amikor találkoztunk, mindig csak hátba veregetett, és ennyit mondott, Bélám, katolizálj! Hiszen téged nem is Bélának hívnak. Ez csak Bence név. Nagyon szerettem a történelmet már általánosban is. Állítólag folyton az Árpádházról beszéltem, ezért mindig azzal biztattak, na, beszélj nekünk a Bélától, így tartam meg. Amióta megtudtam a börtön, megértettem, miért nem vitte semmire a sok eszeg acát. Mitilagos hőségű, ellenállóvá, vértanúvá. A besúgás ezzel nehezebb fér össze. Ha eddig olyan akartam lenni, mint ő, most hirtelen kellett mazsoláznom az életéből a jó dolgokat. Mert ugyan kitekint példának egy bamzer. Hát akkor mégis. Miben hasonlóan? Hát például itt van az újságolvasás. Azt tőlem tanultad kisöreg. Apáról figura szám. Az én apám is mindig mindenhol újságot olvasott. Ebédő asztalnál, a WC-ül, a tévé előtt. Minden gyerek az apai példát követ. Vannak, akik barkácsolnak, autót szerelnek, mert ezt látnak. Az én apám egy villanykörtént sem tudott becsavarni. Az egyetlen szerszámunk otthon egy kalapács volt, csavarhúzó talánt a késpengét használt. Csillagcsapar szerencsére nem fordult ebből a háztartásban. 20 éves koromig azt se tudtam, hogy ilyesmi egyáltalán létezik. Autónk nem volt. Más apák horgásznak vagy sportolnak valamit, és ezt hagyományozzák a fiúk. Az én apámnál ilyesmit sem figyelhettem meg soha. Viszont a WC-n történő újságolvasás tökéletesen elsajátítottam. Sőt, bárhol, bármikor, bármilyen körülmények között képes vagyok újságot olvasni. Sokat kell hozzá egy helyben. Ülni pedig tudok. Megtanultam. Hány évet is ültél? Micsoda hülye kérdés. Az ember mászkál fel alá a cellájában, vagy fekszik a fincsen. Ugyan kiülné szívesen a fenekét aranyeresre 5 év alatt, 10 év alatt, életkortig alatt. Persze, kincs sem egyszerű. De azért itt jobban lehet. Mindenkinek csak egy élete van, fiam. Nekem is, neked is. Ezért aztán hogyan mernénk számon kérni a megalkulásokat, a hibákat? És
kitalálni. Ezért nem szabad hibáznia, mert csak egy életünk van. Az elhibázott élet is joga semmilyen. Ezt meg honnan tudod? Tudod, milyen a semmilyen? Tudod, milyen a nem lét? Aki kimeri mondani, hogy van fogalma nem létről, már meg is cápolta magát, hiszen a nem létről csak a létező beszélhet. Ne filozofálj nekem! Lét és nem lét határai ugyan már. Anyád azt mondta, babát vár, meg hogy gyereke lesz. Lesz! Nem azt, hogy van. Gondoltam, ha lesz, hát lesz. Majd. Most nem aktuális, most lehetetlen. Anyád is így érezte már, benne voltál anyád vasában, de ő úgy fogalmazott, gyereke lesz. Illetve nem is. Gyerekek lesz. Értem, ne lehoznál, hogy inkább azt mondd meg, miért nem vetette el végül, hogyha minden emellett szólt. A plüssóka szinte kiáltva kérdezte, megragadtam a nyakát, megráztam, de hiszen elvetette! Tessék! Kérdezte a Kati baba, aki sírt, ha anyád döntötte. Anyád gyakran anyád döntötte, akkor sírt a baba, a szeme lecsukódott. Anyád is sírt. Tessék! Elvetette. Ezért nem születnél meg soha. Ezért nem volt vécényiság, olvasás, nem mentél ki a Petőfi szoborhoz, és nem találtad meg a nagyülekét. A feleséged nem lett a feleséged, és nem született négy után. Az összes felmenőnek én lettem a betörésünk végén. Ahonnan nincsen folytatás. Tökéletes cél. Akkor én nem is élek. Mutatta a fiét munkásan a kis munkus, és erre nem lehetett más válaszolni. De csak a képzeletemben élsz. A reményeimben. Amen.